Tegnapi kinevezését követően ma letette hivatali esküjét Petres Sándor, Hargita megye új prefektusa. Az új kormány megbízottat az RMDS javasolta a tisztségre, korábban alprefektusként dolgozott. Hargita megye prefektusi tisztsége tavaly szeptember óta betöltetlen. A korábbi prefektust Szabó Zsoltot szeptemberben váltotta le a kormány, és a feladatot mostanig Máriusz Cepelus alprefektusként látta el. Szerdán a kormány kinevezte Hargita megye új prefektusát. Petres Sándor fizikus 2001 és 2014 májusa között Hargita megye tanácsának alelnöke. Ezt követően alprefektusa volt. Kis kitérővel 2014 augusztusa és decemberek között prefektusként tevékenykedett. Prefektusi kinevezését követően az RMDS-es tisztviselő híradónknak elmondta, javítani szeretne az intézmény működésén. Ami az elképzeléseimet illeti, rövid távon az intézménynek a megerősítése, a működésének a jobb átétele, mert az elmúlt két év történései, illetve az elég hosszú prefektus nélküli időszak okozta személyzeti kiesések, azok nyomot hagytak az intézmény tevékenységén. Ezeket szeretnénk orvosolni, mert a megye lakóinak, de az államnak is az érdeke, hogy az intézmény jól, jobban működjön. Elmondta, a prefektusi hivatal és a többi megyei intézmény közötti együttműködés nagyon jó. Mint mondta, több mint 20 éve dolgozik a megye vezetésében, így rendelkezik a személyes kapcsolatokkal. Petres Sándor reméli, erősödni fog az intézményük iránti bizalom. Ugyanakkor megjegyezte, aki egy prefektusi kinevezéstől a törvények vagy a bírósági gyakorlat megváltozását reméli, az csalódni fog. Petres Sándor kinevezésével tavaly decemberi koalíciós megállapodást léptetett életbe a kormány. A prefektusi tisztségeket azt követően kellett újraosztani, hogy tavaly decemberben a Mentsétek meg Romániát Szövetség helyébe a Szociáldemokrata párt lépett be a kormánykoalícióba.